Alapítványnak három lakóotthona van. A Zandor utcai lakóotthonban élő ügyfeleink elérkeztek abba az életkorba, amikor szerettek volna nyugdíjba kerülni, és akkor egyre többet mondogatták, hogy szeretnének egy kertes házat, egy családi házat, hogy ne járjanak már dolgozni, hogy most már egy csendesebb, nyugodtabb életük legyen, és akkor lehetőségünk volt megvásárolni ezt a házat, és hát dolgozunk azon, hogy minél szebb legyen és otthonosabbá tegyük. Szóval én Megyeri Szabolcs vagyok, és a gyakornokokkal és a kollégáimmal együtt jöttünk el ide azért, hogy megismerjünk benneteket, és hogy ma délután azt együtt dolgozzuk végig. A hangsúly az együttön van, tehát ez azt jelenti, hogy mindenki, mivel itt most nagyon sokan vagyunk, és ha mindenki csak egy picikét csinál, akkor ezt a kis csöpnyi kertet, amit egyébként gyönyörűen elkezdtetek, ezt még szebbé tudjuk tenni. Kertészetünk egy családi vállalkozás, és mivel családi vállalkozás, ezért olyan értékeket fontosnak tartunk, mint ami éppen ma történik, ami egy nagyszerű dolog, mert egy ültetés embereket hoz össze, és sokféle növényt hoztunk ide egy kis kertbe kialakításra, virágokat, örökzöldeket, díszfákat, amelyek később egy igazi kertet fognak adni az itt lakóknak. Ezt vidd be! Már az első kő a tiéd. Jó? Kerti kövekkel, dekorációs sziklákkal, mindenféle zuzalékokkal foglalkozunk, ami a kertszépítéséhez, dekorálásához kell, illetve beltérre, kültérre egyaránt használhatóak ezek. Hát itt az otthon lakói számára is a növények mellé gondoltuk, hogy egy kis dekorációs anyagot hozunk ebből. Jaj, de nehéz! Kövek a víz hatására elkopnak, nem? Nem teljesen, Szabolcs. Nem? Ezek a kövek nem kopnak el, ennél szebbek lesznek. Ja, értem. Jó, mert nem szeretem olyan köveket hozni, hogy aztán itt ilyen gyorsan, bár ízvírjára elkopnak, szóval azt nem szeretem. Gyönyörű szépek meg. Ezt a lakóotthont a Dan Alapítvány tartja fönt. Mi azt gondolom, hogy igen példaértékű, hogy már 20 évesek vagyunk idén, és hát kevés ilyen alapítvány van, aki évről évre csak terjeszkedik és nő, és egyre több ügyfele van, akivel foglalkozik, és egyre több ember tud foglalkoztatni. A születik egy Danos kismama, akkor már a kórházban ott vagyunk, ahol egy gondozó szolgálat támogatást nyújt és segíti a kétségbeesett szülőket, vagy egyszerűen csak irányt mutat, hogy merre tovább, hova tovább. Utána mehetnek a korai fejlesztőnkbe, ami az Ilka utcában van. Ott egészen 5-6 éves korukig gyógypedagógusok által adott fejlesztéseket kapnak. Utána vannak átmeneti otthonaink. Gyere fel, Ike! De figyelj, te tudsz valamit, te rögtön a legszebb csajt fogtad meg. Hát milyen ilyen? Te vigyázzál, mert másik pályázik rá. Karókat, illetve jelölött táblákat hoztam az otthon lakóinak, mert nagyon fontosnak tartjuk azt a cégnél, hogy mindenféle ilyen társadalmi eseményen részt vegyünk, és támogassuk az ilyen megmozdulásokat, hogyha tudjuk anyagilag, hogyha tudjuk, akkor szolgáltatásokkal vagy termékekkel, ahogy azt tettük most is. A célunk az tulajdonképpen, hogy örömet szerezzünk ezeknek az embereknek, illetve nem csak nekik, hanem mindenhol máshol, ahol jelen vagyunk, és megmozdulunk tulajdonképpen a jó ügy érdekében. Gazdabolt.hu csapata fontosnak érzi, hogy mindenkit megismertessen a kertészkedés örömével. Azok az emberek, akik közel kerülnek a kertészethez, megváltoznak a mindennapjaik, megváltozik a világra alkotott képük. Ezt láttam az itt élők szemébe is, hogy ahogy közel kerültek a növényekhez, kivirultak.
hoztam egy kis fűmagot, hogy a gyepterületet felújítsuk, ehhez hoztam egy gerevét, hogy el tudjuk munkálni a területet, hoztam kesztyűket, hogy senkinek a kezét ne törje föl a szerszámnél, és hoztam egy kis tápanyagot, hogy a beültetett növények minél gyorsabban új életre fakadjanak. Nincs több! Ennyi az egész! Molnár Ferenc vagyok, gondozó vagyok, és remélem, hogy a srácok segítenek nekünk elültetni ezt a sok szép növényt. És nagyon köszönjük a segítséget a szponzorainknak, akik eljöttek és segítenek nekünk ebben a megvalósításban. A medőnárva rózsa egy magában kormiri illatát. Én vagyok az Erzsi, én nem ide vagyok. Én a Lágymányosiba dolgozok, és Érden lakom. Ott is van egy lakótka. És miért jöttem ide? Azért jöttem én ide, mert szeretném megismerni a Márka utcát. Csak egy szál piros rózsa, itt felette őt anyád. Nem hagylak. Itt vagyunk nappal, és akkor a dandorútába haltunk a másik helyen. Én sem azt jelentem kicsenni a mágával, mert idegen van udvar, ki lehet ülni, ki lehet ülni, ki lehet beszélgetni, játszani, meg bulizni. Arra rád talál, összegyűjtünk ünnak el. Én mondtam elsőnek, hogy jaj, de jó lenne egy jó kis kertes ház. Én voltam az Agi. Tényleg ő mondta első? Agi. Hát nem is akarom elhinni, komolyan. Igen. De nem olyan. Én szólaltam el. Jaj, de jó lenne egy jó kis kertes ház. Munkák során megismert emberekben ugyanazt a lelkesedést láttam, mint egészséges társaimban, amikor a kertészettel találkoznak. Mert azt gondolom, hogy aki a kertészetet megszereti, az megváltozik, mint ember, közelebb kerül a környezetéhez, jobban el tudja fogadni a körülötte élő világot. És az itt élő emberek szemében is azt láttam meg, hogy megérintette őket a kertészet szeretete. Itt a dorcsúf világban, mondd ki élhet egyedül. De alapvetően, amikor egy szülőpár megtudja, hogy Dan beteged el meg, azt tudja, hogy az egy tragédiának éli meg. Általában igen. Mert hogy nem tudnak róla, hogy milyen lesz. A kórházban általában azt mondják nekik, hogy majd folyni fog a nyáluk, és hogy úristen, soha nem élhet teljes életet. Ez nem így van. Élhet ugyanúgy teljes életet, bekerül egy lakóotthonba, ahol szerelemre talál, ahol munkára talál, és itt tud kiteljesedni ez a végső állomás. Mit tanácsolsz azoknak, akik kívülállóként kerülnek be ilyen emberek közé, hogy mi a helyes viselkedés? Mert nyilván az ember legelőször az jön elő belőle, hogy hú, hát akkor őket most sajnáljuk, aztán akkor hirtelen nagyon sokat segítünk rajta. Szóval, hogy az ember gyakorlatilag össze-vissza kapkod, hogy mi igazából a helyes? Szerintem az a helyes, hogyha ugyanúgy bánunk velünk, ahogy másokkal. Én ugyanúgy magázom az idősebbeket, akik még nem ajánlották fel, hogy tegezzem őket. Teljesen ugyanúgy viselkedünk velük. De hétköznapi életszabályai ezek ugyanazok. Ők ugyanúgy járnak dolgozni, ők ugyanúgy pénzkeresetük van, ők azt ugyanúgy beosztják és úgy költik el, ahogy mi ugyanúgy járunk szórakozni, moziba, diszkóba, szép cipőt veszünk, pontosan ugyanúgy, ahogy mi. Jó ideje készülök erre az ültetésre, vegyes érzelmekkel, rengeteg öröm volt bennem és egy kicsit félelem is, de így az ültetés vége fele egy nagyon értékes dolognak tartom. Sok ember gyűlt össze egy közös cél érdekében, és amellett, hogy ültetünk és szépé teszünk egy kertet, én úgy érzem, hogy ezzel egymásnak is akár egy életre szóló élményt adunk. Fontos az szerintem, hogy a mindennapi életben ebből mi erőt tudunk meríteni, mert látjuk azt, hogy ezek az emberek is milyen lelkesek és boldogulnak az ők is mindennapjaikban, és azt gondolom, hogy mindenki csak tanulhat tőlük.
Ez a kis kerti ültetéses kezdeményezés engem is megérintett olyan szempontból, hogy tulajdonképpen ilyen apró dolgokkal, mint egy-két növény, egy-két kő, illetve egy kis munkával ilyen örömet okozhatunk az itt lakóknak. Ezzel ők is jól érzik magunkat, mi is, és hírét vihetjük ennek az intézménynek. Szeretném megköszönni ezt a mai délutánt, hogy veletek együtt dolgozhattunk. Én azt gondolom, hogy itt ennyien összejöttünk, és tényleg nagyon sok segítő itt eljött. És láthatólag itt már megszépült ez a kerítés melletti rész. Hogyha a házban majd a vezetők továbbra is, meg mások is majd meginvitálnak bennünket, meg összegyűjtünk egy kis ajándékcsoportot újra, amit el tudunk hozni, reméljük, hogy majd jövünk még. Mi igazából mindig olyan helyre szeretünk menni, ahol már egyébként is van egy kezdeményezés. Tehát nem a nulláról kell kezdeni, hanem már elindult az a bizonyos vonat, és egy picikét lökni kell rajta. És mikor mi először idejöttünk, nekünk pontosan ezt tetszett, hogy itt már mindenféle külső segítség nélkül gyakorlatilag egy virágzó kis zöldséges ágyást láthattunk. És ezért szeretném, hogyha megtapsolnánk Ferit, aki nagyon sok munkát tesz bele ebben. És ő is segít, és mindenki. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek és segítettetek minket ebben a nemesben, hogy ezeknek a srácoknak egy kis kertet, egy nem is tudom, egy ilyen kis igazi nyugdíjas élethez való életet segítettek létrehozni. Van az anyám, hol a régi szerelem, jaj, de messze jár. Bánat ül a szívemen, hol van az a tűz, ami karjaimban ül? Hol van az a nyár, ami szívünk csupa gyár? Hol van az a nyár, hol a régi szerelem? Jaj, de messze jár, átsuhant a szívemen, közeleg a tíz. Hull a fáról a levél, hol van az anyád, elsuhant mamád. Hol van az anyád? Hol van az anyád? Hol a régi szerelem? Hol a régi szerelem? Hol van az anyád? Hol van az anyád? Átsuhant a szívemen. Hol van az a tűz? Hol van az a tűz? Ami karjaidba hűz? Ami karjaidba hűz? Hol van az a láz? Hol van az a láz? Hisz a szívünk csupa gyász. Hol van az anyám? Hol a régi szerelem? Bánat ül a szívemen.